kérem hozzád, Istenem, forró imával szívemben esedezem, hogy fogadj el, áld meg szent kegyelmeddel. Amen. Ez az a nap, amelyet az Úr szerzett. Örvendezzünk a mi szíveinkben, és menjünk az Úr elé örömmel és hálaadással. Amen. Ünneplő gyülekezet, sok szeretettel köszöntelek benneteket. Mindig nagy alkalom a konfirmálás, ezt ma többször is el fogom mondani ma, hiszen amikor konfirmáltunk, amikor bizonyságot tettünk, az reménység szerint, ha nem is a maga teljességével, de a maga kis kedves szilánkjaival, az alkalom, az ünnep, és a bája, a kedvessége, az azért ott maradt a szíveinkben. Emlékszem én is, ott álltunk fehér ruhában, és tele voltunk szorongással, hogy most mi fog következni. És amióta ezt a feladatot, hogy felkészítem a konfirmandus ifjakat, betölthetem, minden alkalommal elmondom nekik, hogy a konfirmálás ünnep. Egy csodálatos ünnep. És valóban úgy van, hogy ezt a napot az Úr szerezte. És legyen dicsősége érte. Az Atyának, a Fiúnak. Így a maga különleges módján a Szentléleknek, a Szent Háromság egy Istennek. Amen. Ünneplő gyülekezet, ünnepi zsoltár hangozzék ajkunkon. És énekeljük a 89. zsoltár első versét. A 89. zsoltár első verse így kezdődik. Az Úrnak irgalmát örökké éneklem. És a mi Isten tiszteletünk megáldása jöjjön Urunktól, örökkévaló Istenünktől, aki teremtett, fenntart, igazgat mindeneket, és gondoskodik rólunk, a világ kezdetétől fogva, mind örökkön örökké. Amen. Tanítás szól ezen az ünnepi Isten tiszteleten is, és a szíveinkre tétetik az ige. A tanítás, ami egy nyitány. Ahogyan maga a konfirmálás is. Hiszen amikor megkapjuk a felhatalmazást, hogy imáron nem csak lehetőségünk van, alkalmunk, hanem kötelességünk is, hogy éljünk az Úri Szent jegyekkel, akkor kezdődik el egy élet, egy új élet, egy olyan bizonyságtévő élet,
ami mindegy a felnőtt korra int. Halljuk hát a tanítást, hogy hogyan készít bennünket a mi Urunk, örökkévaló Istenünk. A Zsoltárok könyvének az első Zsoltárával eképpen. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolkodók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja, minden sikerül, amit tesz. Nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, mint a pólyva, amelyet szétszór a szél. Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején, és a vétkesek az igazak közösségében, mert ismeri az Úr az igazak útját, a bűnösök útja pedig semmibe vész. Amen. Áldja meg az örökkévaló Isten a tanítást a szíveinken. És legyen ez nekünk az első Zsoltár, mint ahogyan sokaknak volt gyermekkorukban, az első olyan üzenet, ami mindegy az életre vezető utat tárja elébünk. Így, mint akik szeretik a Zsoltárt, és szeretik emberi útjukon odavinni életüket, mindennapjaikat az örökkévaló Isten elébe, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, hálát adunk neked. Megköszönjük a napot, a percet, a pillanatot, a múló időt, ami már mögöttünk van. Sokféle érzést hozunk most elébed, sokféle emléket, pillanatot. Te, Urunk, hisszük, hogy dicsőséged, és a Te örök isteni volta szerint, nem csak mint Úr, hanem mint Atya is készítetted ezt nekünk, és itt vagy most jelen, és hallod, ahogyan a szívünk dobban, ahogyan a lelkünk oda viszi elébed a csendes magasztalást, amiben ott van a hálaadás szava, hogy ismét együtt vagyunk, hogy emlékezünk, hogy átéljük a percet. Áld meg bennünket, Urunk, és a Te áldásod legyen velünk ezen a napon és az életünkben. Sokfélét tudunk már, sokfélét ismerünk, de a benned való tudás mindig előbbre visz bennünket. Haladunk az úton, csendesen és alázatosan, ahogyan most is eléved jöttünk. Urunk, áld meg a találkozást, áld meg a te gyermekeidet, javaiddal, tékozolt közöttünk, a legszentebbet, ígéd és szent lelkedet, és lehessünk gazdaggá által, olyan gazdaggá, ami örök kincset él. Urunk, előtte nincsen lehetetlen. Jézusért kérjük, aki mindenekben az első és mindenek felett való, ő érte fohászkodunk hozzá, hogy hallgass meg bennünket, és valóban szenteld magadat ami szíveinkre, szíveinkbe, örökként és igazként. Amen. Készüljünk az ige hirdetésére. Készülésként a 172. dicséretet énekeljük. A 172. dicséret így kezdődik. Szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Thank you.
kívánok tenni előttetek a Szentlélek segítségű hívásával. A Máté evangéliuma 19. részében a 21. vers válogatott részeiteképpen Jézus így válaszolt neki: kincsed lesz a mennyben, jöjj és kövess engem. Így szól Isten igéje. Talán nem ismeretlen, hogy ez egy nagyon tanúságos és örök érvényű beszélgetésnek a része. Talán mondhatom azt, hogy a kulcsmondata. Tudom jól, hogy egy olyan kedves testvérünknek választották ki a konfirmációja alkalmából, aki miért megoszthatnám veletek, de nem teszem. Nem lehet közöttünk. Szép az ige, és kedves is. Persze minden verse a Szentírásnak, minden igéje, de amikor ide készültem, a lehetőségek tárházából ez az ige szólított meg. Mindig nagyon nehéz a bizonyságtétel, mindig nagy feladat, de egy bizonyos, hogyha az élet ebben a pillanatban, illetve abban, amikor ott kell állni, mert másképpen nem tehetünk, így hozza nekünk, és az Istentől áldott lesz, akkor foganatja van az ige üzenetének. És úgy gondolom, hogy foganatja mindig van az ige üzenetének. Mindig van olyan tanúsága, mindig van egy olyan belső, nagyon fontos mondani valója, ami igazság szerint, ha nem is egyformán, nem is egyszerre, de én hiszem, hogy megragadja az ige hallgatóit. Vissza cseng a fülünkbe, mint ahogyan jó néhány ige az enyémbe is. Biztos, hogy a tiédbe is, ha más nem, most eszedbe jut az az alkalom, amikor bizonyságot tettél, és az áldás szólt feletted. Az az ige most ott dobol a szívedben. Valamikor ez az ige is, ki tudja hányadszor, ki tudja hányadik alkalommal, ki tudja hány kedves testvérünknek, annak, ami példának vett testvérünknek is elhangzott. Jézus megszólította. Megszólított bennünket is. Téged is, engem is. Olyan jó tetted, hogy eljöttél. Olyan jó érzés, hogy itt vagy. Mert ez bizonyítja, hogy Isten nem néma. Nem olyan Istenünk van, aki ne lenne ott nap, mint nap az életünkben. Aki ne lenne ott azokban a helyzetekben, amiket már átéltél, és amiket átfogsz. Isten jelen van a mindennapjainkban, mindannyiunkat szólít, Jézus Krisztus által mindannyiunkat szeretne azon az úton, azon az egy úton előrevinni, ami csak a te utad, ami csak neked adatik, neked méretet ki, és senki más nem járja meg, nem járhatja meg helyetted. A példázat szerint az ifjú ember is így volt. Oda sodródott Jézus mellé, mert megszólította a lélek ereje, hogy mennie kellett oda Jézushoz, az a példázatnak az üzenete. Mi is találkoztunk már Jézussal, és reménység szerint még fogunk is.
És ez a fiatal ember a példázat szerint sok mindent megbeszélt ott abban a néhány percben, ahogy megszólította Jézust, és a párbeszéd elhangzott. Jézus válaszolt neki, nem maradt néma, és elsőnek elmondta számára azokat a nagyon fontos dolgokat, amik arra utalnak, hogy mindent, ami a földi világban, földi világunkban van, azt mindegy tegyük magunk mögé. Mindannyiunknak van mit magunk mögé tennie. Nincs olyan közöttünk. És egyedül csak a Krisztust lássuk, Jézust magát. Nincs én nékem másban dicsekedésem, mondja Pál apostol, mint az Úr Jézus Krisztus keresztjében. Egy áldott életnek a hitvallás tétele. Egy olyan emberé, aki megjárta valóban az ő földi útjának mélységeit és magasságait, és már mintegy tudta azt, hogy a földi értékek, azok a Krisztus nevéért, a Krisztus valóságáért, mind, ahogyan írja ő maga, kárnak és szemétnek ítéltetnek. Mennyi minden elmaradt mögöttünk. Már én mögöttem is. A fiatalabbak mögött már van sok minden, de majd még ezután lesz. Akik kezdik az életet. Sok minden lesz majd a múló napokban. És hány olyan dolog van, amit már biztos tudsz velem együtt, hogy hiába valóság volt. Hogy fontos dolog volt akkor abban a percben, de mára már elvesztette a jelentőségét. Már nem is volt olyan lényeges. Ezt mindannyian megtanuljuk az úton. Mindannyian megtapasztaljuk. És az a kincs lesz majd az igazi kincs, amit ezek után kimondunk, amire Jézus tanította ezt az ifjút, hogy kincsed lesz a mennyben, olyan múlhatatlan és romolhatatlan kincs, amit nem eszik meg a móly, a rozsda, és nem lopnak el a rablók, mert örök marad. Ezt a kincset szeretné most mindegy a közepébe állítani az életednek. Ezt szeretné most megláttatni veled újra az élő és örök Isten, hogy az életed ez a kincs, ami a legfontosabb, erre épüljék újra. Mert hogy minden nap újra kell építeni önmagunkat, az egészen bizonyos. Nem tudom, hogy te hogy vagy vele. Az egyik kis konfirmandusom mondta, reménység szerint majd ő is egyszer visszatér ide egy jubileumra, hogy tiszteletes néni, én szétestem. Annyiszor eszembe jut. Olyan kedves volt az arca. És persze a válasz az volt, hogy majd szétfogsz, ki tudja hányszor még az életedbe, és ha ez megnyugtat, így már jártam én is. Ilyenek vagyunk mi emberek. De a Szentlélek csodásan megépít bennünket. Észre sem vesszük a lélek csodáját, ahogyan működik, ahogyan mondja a kedves ének, az Úr csodásan működik, de útja rejtve van. És ez így lesz az életünkben. Így volt hosszú emberöltőkön át, nemzedékről nemzedékre. Érezzük meg a kincsnek a fontosságát, a valóságát az életünkben. Érezzük meg, hogy mit adott számunkra birtokba az élő és örök Isten. Azt a hitet, ami segít bennünket napról napra. Azt a hitet, ami ebben a megépülésben újra és újra mindegy alapjául szolgál, alapkővé, mint a Krisztus maga. Mivel, hogy nem néma kő, ő mondja el, kincsed lesz a mennyben. Olyan kincs lesz, ami ismeretlen számunkra, ami lehet, hogy titkon van és rejtett. Ezt is a gyermekektől tanultam meg, hogy ott van az a bizonyos fekete lyuk. Hát merjünk hinni abba, hogy amikor feltekintünk az égre,
Ott van az Isten országa, ahova most egy kicsit nem akarom a kedveteket szegni, de mind lépjük földi útjainkat, és megérkezünk egyszer, és majd ott is ott fogunk állni, mint ahogyan majd itt az úrasztala előtt. És ott is bizonyságot fogunk tenni, és majd reménység szerint ránk tekint a mi mennyei atyánk, és azt mondja, jól van, jó és hű szolgám, sokra bíztalak, de még többre bízlak eztán. Mindannyian kincskeresők vagyunk. Mindannyian szeretnénk az életünket értékessé tenni. És az igazi érték a hitben való életvalósága. Mert ahogyan mondtuk, minden megavul. De az örök hit, az csodálatos, az Istenbe vetett valóságával és tényével. És ahogyan folytatja tovább Jézus, kincsed lesz a mennyben, jöjj, és kövess engem. Már nem tanuljuk meg a kedves éneket, és azt is bevallom, hogy ezt az új énekes könyvet még nem lapoztam át. Belenéztem. Nagyon szép, nagyon sokfajta olyan kedves meglepetés, hogy énekek sokaságával megbővítették az alkalmát és a lehetőségét az istentiszteleti gyakorlatnak, a mindennapi keresztjén életnek, de a régi énekes könyvet, amit tényleg régen adtak ki, 1948-ban, ott van egy kedves éneke. Még mindig elő szoktam venni néha-néha. Kövesd a Jézust, kövesd még ma. Halld, miként hangzik hívó szava. Közel van ő, hogy megáldana, Jézus szavára jöjj. Milyen kedves ének. Kövesd a Jézust. Ő előttünk megy. Nincs mitől félnünk. Ő bevállalja, hogy megy előttünk. Az menjen előre, aki vezetni mer. Ő mer vezetni bennünket. Álljunk mögé. Nem csak, hogy előttünk jár, de még ki is véd bennünket. Mint ahogyan tudjuk róla, ahogyan mondta maga is, hogy ő a jó pásztor, aki az életét adja a juhokért. Mindig az első sorban álló katonák vannak a legnagyobb veszélyben. És Jézus elébünk áll, és mi lehetünk a Krisztus jó katonája. És olyan jól tetted, hogy eljöttél, mert tudom, hogy az életed sokfelé sodort. Sok mindent tudsz már a magadénak, de most itt vagy, és mint a Krisztus katonája, hadrendbe álltál. És tudom, hogy az öröm ünnep az emléket ad, és olyan töltekezésre alkalmat és időt, ami reménység szerint majd int a holnapba, és aztán lehet, hogy egyszer újra itt leszel. Lehet, hogy újra nem csak a jubileumi alkalmakat fogod a magadénak, hanem azokat is, amik szép rendben múlnak vasárnapról vasárnapra. Megmondom nektek, hogy mindannyian hiányoztok. Amikor egy-egy konfirmációs csoportom tanítási rendje és ideje lejárt, és eljött az alkalma, hogy bizonyságot tettek, mindig egy darabkát elvittek a szívemből. És azt is tudom, hogy ezzel nem csak én vagyok így, hanem az én elődeim is. Azok a tiszteletes urak, akik itt álltak a helyemen, akik itt szolgáltak az én helyemen, akiknek az áldott munkálkodását még most is megélem, tapasztalom, és haló poraikba hálát adok értük az élő Istennek. Egy darab a szívünkből, amikor elszállnak, amikor kirepülnek a gyermekek. Ez számomra mindig így adatik. És olyan jó érzés, amikor itt látlak benneteket, kedves volt konfirmandus ifjak, akikkel együtt tanultunk, akikkel együtt zsörtölöttünk, morogtunk némelykor, hogy nehéz a KT, öreges a nyelvezete,
meg mit akarok én még tőletek, annyi bajotok van, annyi olyan probléma, ami egyébként is sokkal fontosabb, és az élet, hát az meg ne is beszéljek róla. De én tudom, hogy nem volt hiába valóság. Már olykor-olykor látom. És ez számomra, higgyétek el, hogy a legnagyobb öröm. És remélem, hogy ez most is így lesz. És remélem, hogy majd az életetekben egyszer megérlelődik a perc, amikor határozottabban ki fogjátok jelenteni, hogy immáron nem a magamé, hanem az én Jézus Krisztusomnak a tulajdona vagyok. És én azt is hiszem, hogy ad nektek az örökkévaló Isten időt erre. Ő türelmes, ő hosszú tűrő, ő vár, és mindannyiunk felé nyitott, még azt is mondom, hogy felé tárul a karja. És arra az atyai ölelésre vár, ami mindannyiunk számára egy olyan erőforrás, amit semmi földi dolog nem pótolhat. Jézus mellé oda szegődött egy fiatalember. Sok mindent megbeszéltek, amíg haladtak az úton. Sok mindenről volt szó, az életről, az élet igazságairól, emberi habitusról, viselkedésről, és aztán egyszer csak a fiúban megfogalmazódott, hogy most mit kell tennem. És Jézus határozottan elmondta neki. Én hiszem, hogy odafordult hozzá, azt is, hogy a szemébe nézett, és csak így ennyit most. Így válaszolt neki Jézus, kincsed lesz a mennyben, jöjj és kövess engem. Kövessük Jézust. Kövessük maroknyian, kövessük mindahányan, és legyünk örök példa. Nem lesz könnyű a Krisztus követése, mert sok lemondással jár, sokszor kell sok mindent magunk mögé tenni, de mit mondott Jézus? Kincsed lesz. Lehet, hogy nem itt ebben a földi világban, földi szempontok szerint, hanem a mennyben, ami titokzatos, ami sejtelmes, de hogy kincsed lesz, az egészen bizonyos. Jöjj hát, kövessük Jézust, menjünk ő utána, és legyen az életünk Krisztusba forrott életté, és legyen csendesen, álhatatosan az ő dicsőségére, ahogyan most itt együtt hiszem, hogy visszük az Úr elé a mi életünket, mindennapjainkat, a benne való hit által. Amen. Kedves testvéreim, konfirmáció vasárnapja van. És ez az alkalom most egy kicsit rendhagyó. Emlékezünk, de van közöttünk egy ifjú testvérünk, aki a maga életét, a maga jövendőjét még nem az emlékekre építi, hanem arra a hitre, ami, illetve nem csak az emlékeire építi, hanem arra a hitre, amivel egészen kicsin gyermekkora óta elkezdett a hittanórára járni. És Isten tiszteletre is az ő édesanyjával. Rendhagyó alkalom, mint mondtam. És azzal, hogy a hitoktatást elvégeztük, és elérkeztünk a pillanathoz, még egy nagyon fontos dolgunk maradt. A bizonyság tétele mellett eljött az alkalma, hogy a keresztség sákramentumában is részesítsük. Ritka alkalom ez. Nagy bátorság kell hozzá, hogy egyedül ide álljon, de én hiszem, hogy a lélek ereje most erősíti őt, imádkoztunk érte, és emlékezetes maradt számára
Ez a különleges alkalom. Most elsőnek nem a bizonyságtételre készülünk, hanem a keresztelésre. És így a 329. dicséretnek a második versét énekeljük. A 329. dicséret második verse így kezdődik. Nem értem még a föld színén, de értem, megszülettél. Sok szeretettel köszöntelek, kedves ifjú testvérem, és sok szeretettel, külön szeretettel köszöntöm most a te családodat. Minden egyes keresztelési alkalmon elhangzik az az egyetlen, illetve két szó, amit Jézus mondott az övéinek, békesség néktek. A benne való békesség legyen a szíveitekben. Nagy dolog az, ami most történik. És történjék a maga rendje szerint. Ahogyan Jézus Krisztus elmondta az ő apostolainak, tanítványainak, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, és tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Ezek az ígék, amik a jövendő az életre. És most, mint ahogyan mondtam, ez az alkalom egy kicsit más. A bizonyságtételnek a hitvallás tétel is a része, de azt majd egy kicsit tovább tesszük. Most a fogadalomé legyen, illetve a személyes bizonyságé. Kérdezlek, illetve elébed adom a kérdést, hogy kedves testvérem, kész vagy-e elfogadni az Isten szövetségét? És a Szent Keresztség által a keresztény anyaszent egyház tagjává válni, és Krisztus követőjévé lenni. Ha igen, mondd hangosan, mondd utánam, a Szentlélek segítségét kérve igen. A Szentlélek segítségét kérve igen. Isten áldjon meg téged ebben az elhatározásban, és ahogyan idáig is őt követted, kövesd eztán is. Mindezek által Gábor Tibor, megkeresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Gábor Tibor, légy hív, mint halálig. Ezt mondja az örök igen, és néked adom az élet koronáját, amit az Úr ígért az őt szeretőknek. Amen. Most pedig folytatódjék tovább annak bizonysága, hogy imáron, mint megkeresztelt ifjú ember,
itt vagy az Úristen színe előtt. Szeretném, hogyha valóban a te tudásodról adnál számot, a keresztapád, a családod és a nagy családod színe előtt. Már előre bocsátottam, hogy a felkészítés megtörtént. Az idén is sikerült azt a sokféle kérdést kikérdeznem, illetve feladnom Leckének. Szeretném bemutatni őt, Orbán Marics Gábor Tibor. Most nem húzom hosszan a kérdés, illetve a kérdezés alkalmát, de azért az első kérdést megkérdezem tőled, hogy mi a te legnagyobb vigasztalásod életedben és halálodban? Az én nagy vigasztalásom az, hogy az én hűséges megváltónak, Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az ő drága véréből engem megváltott és nekem örök életet adott. Nagyon szépen köszönjük, és még egy kérdést azért felteszek, ugyanis mindannyian a Krisztusé vagyunk, és így most már te az ő egyházának, és ennek a kicsi gyülekezetnek is reménység szerint a tagja leszel. Kérdeznek téged, hogy mivel tartozol a te egyházadnak és gyülekezetednek? Egyházamnak hűséggel és áldozattal tartozom. A hűség azt jelenti, hogy hitemet egész életemben megtartom, rá hivatást és hitvestársat választok, ahol és aki mellett hitemet gyakorolhatom. Házasságomat református templomban kötöm, Isten segítségét kérve, Isten áldását kérve, gyermekeimet református lelkészszel kereszteltetem, és református keresztény hitben nevelem. Az áldozat azt jelenti, hogy jó lelkiismerettel, anyagi javaimhoz mérten vállalom az egyházam fenntartását. Nagyon szépen köszönjük, áldjon meg a jó Isten érte, és most kérlek, mint a bizonyságot tett ifjú, mondd utánam azt a fogadalmat, ami ezen az alkalmon, mint mondtam, egy kicsit rendhagyó. Én, Orbán Marics Gábor Tibor, Ígérem és fogadom. Hogy Jézus Krisztusnak. Igaz követője. Református keresztény anyaszentegyházunknak. Egész életemben. Hűséges. Úrvacsorával rendszeresen élő. Szolgáló. És áldozatkész tagja leszek. Isten engem segéljen. Amen. Imáron én, kedves ifjú testvérem, Orbán Marics Gábor Tibor, fölhatalmazlak téged egyházunk rendje szerint, mint az Úr Jézus Krisztus elhívott szolgálja, hogy élj az ő követésében gyakorló keresztény életet. Élj az ő javaival, légy hűséges és áldozatra kész szolgálója, és légy az ő egyházának alkalomattán, amikor csak teheted, gyakorló tagja, és imáron nem csak mint lehetőséged, alkalmad, hanem kötelességed is, hogy élj az Úri Szent Vacsorával. És úgy indulj az életbe, mint aki tudja, hogy mit jelent a kegyelem, azaz örök csoda, ami a megigazítás valósága, ami Urunkért, Jézus Krisztusért. Amen. Legy az áldó igédet, minden dolgotokat őre elvessétek, mert neki gondja van, reátok. Amen. Most pedig talán egy kicsit foglalj helyet, és hogy a feszültség és az a belső erő, ami izgalmat okozott, most már oldódjék. És mi is oldjuk a belső feszültségünket, és készüljünk az Úri Szent Vacsorára, ami neki az első alkalom lesz az életében,
Majd ő fogja először venni a szent jegyeket, a keresztényvállal, aki olyan nagy örömmel vállalta, hogy ott áll mellette, és tudom, hogy már a születésének pillanatától teszi ezt. És most ezen az alkalmon, ha nem is ő már hangosan, de hiszem, hogy lélekben kijelentette, hogy a mi ifjú testvérünket lehet, hogy majd megkérdezi olykor, hogy voltál-e istentiszteleten, vagy gyakorlod-e a vallásodat, és majd eljönnek a jeles alkalmak, amikről mindannyian tudjuk, hogy az életünk fontos pillanata majd ott lesz mellette. Az első és legfontosabb most ebben, hogy részesedjék a mi ifjú testvérünk az Úri Szent Vacsorában. És persze mi is itt mindannyian. Majd, ha lehunjuk a szemünket az imádság alatt, visszagondolunk az első úrvacsoránkra, amikor remegett a kezünk, remegett a lábunk, azt se tudtuk, hogy mi fog történni, hogy minden majd úgy alakul-e, ahogyan elébünk bocsátotta a felkészítő tiszteletes, minden úgy fog történni. Minden szép rendben. És az emlékeink, ahogyan megelevenednek, majd lehet, hogy mosolyra vagy könnyekre fakasztanak, de egy biztos, hogy a szíveinkben megelevenedik az élő, örök Isten. És persze annak a Jézus Krisztusnak valósága, aki az úrvacsorában adta önmagát értünk. És ez majd kiábrázoltatik a kenyérben és a borban. Készüljünk az úrvacsorára. És készülésként énekeljük a 435. dicséretet. Annak az első versét. A 435. dicséret első verse így kezdődik. Lelkem siet hozzád menni, ám bár gyenge ereje. Szent lelke, szállj le, Mireám, ígéd és sákramentumod által vezessel minket, ami Urunk Jézus Krisztussal való közösségre. Amen. Halljátok tehát az ígét, ahogyan rendelte, ami Urunk Jézus Krisztus, az úrvacsora sákramentumát, ahogyan az a szíveinkre tétetik Pál apostol, első korintusbeliekhez írt leveléből eképpen. Én az Úrtól vettem, amit néktek át is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adván megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatos képpen, minek utána vacsorált volna, vette a pohárt is, és ezt mondta, e pohár, amaz új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre, mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövendő. Amen. Hallottuk az igét, előttünk vannak a szentjegyek.
De próbáljuk meg magunkat, hogy méltóak vagyunk-e az Úr testére és vérére, meghajtott fejjel imádkozzunk. Urunk Istenünk, pironkodunk, mert tudjuk, hogy Te bűntelennek teremtetted az elsőket, és ők nagy veszedelmet hozva ránk az eredendő bűn által azóta is a világra így születünk, és követünk el vétkeket szóban, tettben, gondolatban és választásban. Bocsáss meg nekünk érte. Urunk, a Te szereteted eleje mélység és magasság. Bocsáss meg nekünk, akarva, akaratlanul, minden bűnünkért. Annak az Úr Jézus Krisztusnak nevében imádkozunk hozzád, aki a világra jött és meghalt értünk a kereszten. Urunk Jézus, rád tekintünk most, a hit szerzőjére és bevégzőjére. Add a Te kegyelmedet, és láss bennünket ezen az ünnepi órán a Te követőidet. Maroknyi sereget talán, de benned valókat. Lásd bennünket, és a Te szereteted újuljék meg felettünk, és a bűnbocsátás csodája, amit szereztél nekünk abban az egy áldozatban. Urunk Jézus, pirongodunk előtted, de egy szívvel és egy szájjal szólítunk az imádságban. Amint vagyunk, sok bűn alatt, de hallva hívó hangodat, ki értem áldozád magad, fogadj el Jézusom. Amen. Tegyünk hitvallástételt, és mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, mi Urunkban, kifogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennyekbe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, honnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Jól lehet, kedves testvéreim, a ti hitetekben nem kételkedem, de egyházunk gyakorlata szerint kérdezlek benneteket az élőisten színe előtt elsőnek is. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek bűnesete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből, Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek, ha igen, feleljétek hangos szóval, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén, az ő szent fiát, ami Urunk Jézus Krisztust, ti értetek, testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelméből a Jézus vérének érdeméért hitáltal megigazít, ha igen, felejétek hangos szóval, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszta halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén, átvisz az ő örök dicsőségébe, ha igen, feleljétek, én ezt hiszem és vallom. Mindezeket bizonnyal elhívvén, ígéritek-e, fogadjátok-e,
hogy ti a kegyelemért háládatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek, ha igen, felejétek hangos szóval, ígérem és fogadom. Mindezeket veletek együtt, én is hiszem és vallom, ígérem és fogadom, és most pedig azért álljatok fel. Mindezek után, mint az én Uram, az Úr Jézus Krisztus elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, amelyet megáld a mi Istenünk ingyen kegyelméből, az ő szent fia vérének érdeméért, mindannyiunknak. Amen. Foglaljátok el újra a helyeteket, és akik elkészítettétek magatokat, először a mi ifjú testvérünk veszi a keresztapjával a szent jegyeket, aztán majd reménység szerint szélesre tárul a kegyelem ajtaja és az asztala, vár bennünket a mi Urunk. Legyen hát az alkalom ismét kedves, és legyen szent az Úrtól való, és amíg magunkhoz vesszük majd a szent jegyeket, hangozzék ajkunkon az ének, de most csendesen és álhatatosan készüljünk fel. Amint vagyok, sok bűn alatt, de hallva hívó hangodat, kiértem áldozatodat, fogadj el Jézusom. Amen. Uram Jézus, a te megtöretett szent tested értelmében, vészeltes engem is. Testét és vérét. És amíg tart az úrvacsora, addig énekeljük a 440. dicséretet. Reméljük, hogy elég lesz. Ha nem lesz elég, majd újat kezdünk. De amíg tart a dicséret, addig énekeljük jó hosszú, és emlékezzünk, és örüljünk, hogy együtt vagyunk, hogy itt lehetünk. A 440. dicséret első verse így kezdődik. Jer, lássuk az Úr keresztjét, és kérlek benneteket, hogy akik ezen az oldalon ültök, ti gyertek majd először. Time.
van, addig dicséretet énekeljük tovább. Thank you.
Íme, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát, így élt vele ő és az ő tanítványai, az első keresztjének, az egyházatyák, református őseink, hitvalló eleink, és Isten kegyelméből most így élhettünk mi is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy magatokba hiába valóvá ne tegyétek, ne uralkodjék többé bennetek a bűn, hanem viseljétek magatokat a ti elhívástokhoz méltóan, egy testben is, ami Urunk Jézus Krisztus által. Köszönjük meg Istennek az ő szeretetét, imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked valóban a szeretet csodáját. Köszönjük, hogy bizonyságot tehetünk rólad, újra és újra kijelenthetjük, hogy a tiéd vagyunk. Köszönjük neked ezt az alkalmat, hogy együtt lehetünk. Köszönjük neked, hogy egy konfirmált ifjú itt áll előtted az ő családjával. Áld meg őt. Add, hogy földi útja valóban bizonyságtétel legyen. Nem tudjuk, hogy majd merre visz, hogy mit rejtettél el benne, de abban egészen bizonyosak vagyunk, hogy te vele leszel, ahogyan eddig is voltál. Áld meg édesanyját, aki hűségesen állt mellette, az édesapját. Áld meg a nagyanyját, aki minden nap imádkozik érte, és minden nap úgy küldi és fogadja az otthonba, hogy a te neved hangzik el. És áld meg a keresztapát, a családot, azokat, akik itt vannak, és azokat, akik nem lehetnek. Mindannyiunk életében akadályok vannak, mélységek és magasságok is. Áld meg, Urunk, az életeket, amik benned való életek, és akik eljutnak az Úr asztaláig. És persze azokkal is te légy, akik valamiért messze kerültek tőled. Vagy akik nem tudják vállalni, hogy hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Áld meg, Urunk, szerte az országban, határokon belül és kívül az istentiszteleti közösségeket. Most van a napja, ezt te választottad nekünk. Mennybe ment Urunkért kérjük, aki nem csak hogy kiteljesítette önmagát a földi világban, hanem az ígéretet tette teljessé. Áld meg, Urunk, az Isten tiszteleti közösségeket. Ezt most itt a miénket. Olyan jó együtt lenni, olyan jó emlékezni. Elébed vinni a múltakat, a jövendőt. Áld meg azokat, akik komolyan veszik a hitvallás csodáját. És áld meg azokat, akik valamiért talán lehet, hogy már el is felejtették, hogy egy út van csak, a benned való. Imádkozunk most körülöttünk való világért. A békességért, Urunk, ami olyan törékeny. Kérjük, hogy légy azokkal, akiknek most nehéz az élet. Akiknek talán olyan keresztet adtál, ami nehéz és ami váratlan. Urunk, te adj nekik erőt, hogy hordozni tudják, ahogyan tette ezt Jézus előttünk járva. Áld meg, Urunk, nagy családodat, és áld meg a családot, ahonnan jöttünk. Áld meg a kicsinyeket. Olyan jó, hogy van gyerekhang is közöttünk, akinek talán már hosszú az alkalom, de mégis oly türelmes. Áld meg gyermekeinket, a felnövekvőket, a formálódókat. Jövendőért kiáltunk hozzád, Urunk, és hisszük, hogy te meghallgatsz bennünket. Áld meg a jelenvalókat és a messzevalókat egyaránt.
hiszen tudjuk, hogy hányan vannak külföldön. A világ kitárult előttünk, Urunk. Sokszor nem érezzük, de egészen bizonyos, hogy a távolságok másképpen viszonyulnak hozzánk. De egy távolság, ami sohasem lehet, közötted és közöttünk. Engedd éreznünk a te közelségedet, mert az jó nekünk. Köszönjük neked ezt az alkalmat, a segítő kezeket, azokat, akik egyként álltak a szervezésben, a rendezésben, és a te dicsőségednek hirdetésében. Köszönjük, aki egy szóra itt van. Köszönjük azokat, akik nehezen indultak el. Mindahányan vagyunk annyifélék, de egy bizonyos, hogy a te szereteted mindannyiunk életében jelen. Ezért a szeretetért fordulunk hozzád, és ez a szeretet teljesítsen ki bennünket, és adja, hogy áldott legyen az emlékezet, e világban, se világon túl is. Köszönjük a szolgálattévőket, a bizonyságtévőket. Köszönünk mindent így egyedül neked, és egy imádsággal fordulunk most felé, és egy imádsággal mondjuk el mindazt, amit még úgy szeretnénk kimondani, amit Jézus maga tanított, hogy mindazakért ti így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után pedig Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rajtad, és adjon te néked békességet, ami Urunkért, Jézus Krisztusért. Amen. Helyeteket elfoglalva. Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Úgy látom, hogy a mi kicsinyünknek elfogyott a türelme. Isten áldjon meg benneteket, a konfirmációs emléklapokat Isten veled. Köszönjük, hogy idáig is itt voltál. Reméljük, hogy te belőled is egy ifjú konfirmandus válik. Majd a nagymamival elküldjük anyának a konfirmációs emléklapot. Jó utat haza, és legyél nagyon boldog, és köszönjük, hogy eddig is kitartottál közöttünk. Áldás békességben. És most, hogy eljöttetek, hogy itt vagytok, legyen annak látható nyoma és jele a múló napokra. Elsőnek, ha megengeditek, mindig palástosan, átadom az én ifjú testvéremnek az útravalót, hogy mit majd meglátok. A legfontosabbat, amit csak adhatunk neked, fogad szeretettel a Szentírást, a Bibliát. És te ezen a napon kettő darab emléklapot kapsz. Az elsőnek a keresztelési emléknapot, másodiknak pedig a konfirmációsa. Isten áldjon meg, kedves Gábor, Tibor, és legyél nagyon hűséges a mi Urunk Jézus Krisztushoz. És gyere a gyülekezetbe, várunk itt téged, ahogyan eddig is voltál itt, ezután is gyere, mert maroknyian vagyunk. Most pedig foglalj helyet, és én leveszem a palástomat, testvérek. Az ünnepséget, bocsássatok meg, nagyon gyorsan hívtuk életre, illetve hívtuk össze. Nagyon örülünk, hogy ennyien itt vagytok, nagy boldogság. 2 évben kimaradt az ünnep. És azok is most itt vannak, akiket igazság szerint 20-ba vagy 21-be hívtunk volna. Hívunk mi mindenkit, mert olyan maroknyian vagyunk,
És olyan jó lenne, hogyha ha jönnétek, ha itt lennétek, mert az a maroknyi sereg, higgyétek el, mi akik ide járunk, ugye bólogatunk rá, minden vasárnap imádkozunk értetek. A konfirmáció csoda dolog, és erre emlékezzetek vissza minden vasárnap, minden úrnapján, hogy ti nem csak megvagytok keresztelve, hanem bizonyságot is tettetek. És nektek itt a helyetek. És most szeretnénk tényleg átadni az emléklapokat, hogy örüljünk neki, és alkalmas, mintha előveszitek, elővesszük, akkor gyönyörködjünk benne. Maradjatok a helyeteken, csak majd a kezeteket tegyétek fel, mert nem látok mindenkit egyformán. Sajnos a majdnem 3 évtized azért vette a magáét, de jelentkezzetek, és én jövök az emléklapokkal, és tényleg fogadjátok nagy-nagy szeretettel. Hosszú az idő. Sajnos tudom, hogy nem lehet itt mindenki. Deák Izabella, Izsák Ilona, már is viszem hátra. 70 eszendeje. Adjátok rá, sok szeretettel, de azért nem is látom. Lassányi Dániel, van, aki fákos szeretni, fogadja szeretetet. Nagyon örülünk, hogy itt van. Aztán Bogosi Károly. Hol is van? Csak a Csipó. Ó, Maller Aranka, kedves, tiszteletes úr, nagyon sokszor eszembe itt majd adok puszit. Molnár Irén, fogadja szeretettel. Süveges Juliannát, nem is tudunk róla semmit. Szávoly Teréznek majd elküldjük. Jaj, hát te elviszed anyának. Jaj, kérdikém, bocsán, Süveges, majd te is küldjük. Tóth Sándor. Jaj, nincs mit. Úgy örülünk, hogy eljött. Jöjjön többször. Szeretném mondani, hogy remélem, hogy nem Kujás László. Nincs itt, nálam a konfirmó az unokája is. Ó, Isten áldja meg őket. Izsák Dezső, Tamás Lajos. Izsák Lajos az itt? Tamás, nem, te vagy Lajoska. Bányai Bűnöm, szeretettel. Bogok, Kovács Jolán nem tudott kérni. Tóth Sándor. Ezt szeretném, te viszed. Én nem vagyok. Igen, köszönjük. Még egyet. Izsák Tünde. Nem mondom, testvérek, hogy ki hány esztendeje konfirmált Székes Szabó Győző. Molnár Anita Sincsi. Békefi Miklósra emlékeztek. Majd akikről tudtok valamit, azt legyetek szívesek Csatár Eszteré, aki elment. Neked nincs ilyen. Fogadja szeretettel. Imre Szilvi, nincs itt, Nagy Krisztina. Köszönjük szépen a segítségednek, Krisztina közreműködött, hogy a lapok gyorsan elkészüljenek. Nálas Réka, köszönjük. Majd utána nagyon beszéljük. Emlékszünk rá a többiekre. Lapozok, sokat lapozok. Sokan vannak külföldön testvérek, rengetegen közülünk. Itt is egy család. Hol vagy? Köszönöm szépen. Feri Liliának az édesanyja. Itt vagy, Lilia. Hát tényleg meg is láttalak. Hangosan mondd, hogy itt vagyok. De örülök. Horváth úram. Itt is lapozok, hosszan lapozok. Annáit odaadom, Mariska, fogad szeretettel, kapsz te is egyszer. Te se maradj konfirmációs lap nélkül. Lapozok megint csak, de sajnálom, sok kedves név, és ide értem a végére. Bocsássatok meg, de mindent nem látok. Ez most még nagyobb lap lesz, laphalom, de nagy szeretettel adjuk át.
nem emlékszünk, valaki emlékszik Hajpál Istvánra, Rummel Zsuzsára. Ó, Istenem, tesedik ide van itt. Sallai László, Eszter, neked, Lassányi Ilona, Tóth Eszter fogadni. Szeretettel a sajátját, ő is kap egyet. Visszamentem tanítani, és onnan jöttem működni. Nem, én Szexhárdi vagyok. Csak én jártam ide, mert a Mártika unoka testvére. Sok szeretettel, ami kántor unokra, ő is kap egyet. Melyik osztályban? Köszönjük szépen a kántorolást, most külön megköszönöm neki. Mester Péternek, aki messzi van tőlünk, de édesanyja első szóra eljött. Köszönjük szépen. Csaklár Monika Csatári Ildikó elment. Kis Sándor testvérünk nem érkezett meg. Holler Zsuzsa. Ifjú Salvari László testvérünk, akinek a kislánya éppen most vérmár. Öregszenek ezek a kérdések. Nekem nincs ilyen. Hogy jön ez ki? Én is mondom. A legkisebb gyerek már betöltött a 40 éve. Mi az ez? Köszönjük, hogy elviszem neki. Halász Gábor, Pesti Dávid, Szomkörti Nea, Ó, a felnőtt konfirmandusok, kedves az egész szent ifja. És még egy Ha mondd a neveket is. Mondjam a neveket? Jó. Kis Irén, Bolybajban, Deák Károly bácsi. Hát elviszi neki. De gondoltam, hogy én is egyszer vigyázzunk felmondást. Lassányi Dömény Zsuzsánának, a legendás csoport tagjainak,
és Mártikának. Köszönöm. A sajátja sok szeretettel. Megvan 5 éve, senki nem kapja ugyanazt, de ő neki ugyanazt kell csinálni. Úgyhogy ezt csak ki kellett alakítani. Ez nagyon szép. Hogy kell mondani? Vannak nagy bibliák, akkor belefér A4-es jelvérben. Ugyanaz van a szövegben. Esedik idáig rád hiszem, hogy minden Sok szeretettel, annyira el volt a család És kedves Nagyi, neked is adok még egyet. Ja. Tudjátok, amikor karácsonykor ilyen sokan voltunk, az mindig nagyon nagy öröm volt. Akkor még nagyon sok gyerek járt nagyon az iskolában, innen-onnan összejöttünk, és szoktam kérdezni, hogy ki szeretne még verset mondani, vagy ki nem mondott verset. És mindig volt egy, és olyan jó érzés volt. De remélem, hogy aki konfirmált, és itt van, és jubiláns konfirmandus, mindenki kapott emléklapot. Mert igen, a Domokos Gábor nem kapta. Remélem is, hány éve konfirmáltál? Hányadik évben konfirmáltál? Mert én azt hiszem... 92-ben azt hiszem. Akkor mikor lenne idő? 30. Mártika, melyik esztendőben lenne? 30. Igen, de most 2020, 21, hogyan van? Pedig biztos, hogy csináltam. Ugye volt neki? Akkor lehet, hogy elnéztem fölötte. A tiédet külön adom át, ha megengeded, és köszönjük szépen a felvételt. Tehát akkor megint van egy olyan alkalom, amin egy kicsit derülhettünk, de egész biztos, hogy a Gáboré is megvan. Köszönjük.
ő kap egy külön puszit. És ti azért ugye mind kaptatok, és a családtagjaitoknak elviszitek. Testvérek, ha Isten engedi és élünk, jövőre megint lesz jubileumi alkalom. Nem tudjuk, hogy hogyan és miként, de annak örültünk, hogy most itt vagytok. Emlékeztek biztos a konfirmációtokra, én magam is most gondolom, hogy jó pár esztendeje, és egy kicsit szomorkodom is, hogy még egyszer nem kaptam egy meghívót sem, és egy emléklapot sem. És úgy örülök, hogy igaz, hogy a Gáboré kimaradt, de biztos, hogy ott van a sorban. És utólag megfogja a Én hát kívánok mindannyiótoknak sok áldást, és nagyon örülök, hogy eljöttetek. Nem tudom, hogy mennyi az idő, de még reménység szerint maradt egy kis időnk a beszélgetésre, mert a gyülekezet tagjai, meg a nőszövetség tagjai nagyon sok süteménnyel jöttek, és van egy kis innivaló is, és még engedjétek meg, hogy megköszönjem Domokosné Mártának, Gájer Mártának a sok-sok segítséget, és Feri Líviának, aki szintén nagyon sokat segített. Isten áldjon meg benneteket érte, és köszönöm a kántorunknak is, meg a felvevőnknek is, hogy így helytáltak, de különösen a Jóistennek, akik messziről jöttek, nekik is nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttek, kedves Mahler tiszteletes úr lányáik, őt engedjétek meg, hogy külön kiemeljem, olyan jó érzés. És gyertek el máskor is. Nem csak a mi ifjú testvérünknek mondom ezt, hanem nektek is. Mert úgy szeretnénk, hogyha ez a kis gyülekezet fennmaradna. És küzdünk, és harcolunk, és ezért hívlak benneteket jövő vasárnap is az Isten tiszteletre. Pünkösd első és másodnapján szokott rendben és időben 9 órára megterítjük az úrasztalát. Hívlak benneteket a nőszövetségi alkalomra, ami másodikán lesz csütörtökön Tolnán. És van egy úgynevezett ez a nap örömünnep. Kiraktam a meghívókat, hallottatok róla, vagy sem, van közöttünk, aki már volt. Aki érdeklődik, az legyen szíves, vigyen onnan egy szórólapot. És szeretném mondani, amit igazából nem is szeretek mondani, de beletartozik a hirdetések közé. Hogy a jótékonykodásról, az adakozásról el ne feledkezzetek, mert az ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Szeretném mondani, hogy tudom, hogy raktatok a persejbe, de ha mégis szívesen adakoznátok másképp is, vannak csekjeink. A mezsi gyülekezetnek is, meg a tolnainak is. A mezsén rajta van a pecsét, a tolnain nincsen. Ha úgy gondoljátok, hogy vesztek és visztek belőle, és egyszer arra indít a lélek benneteket, hogy adakoztok, én már most megköszönöm nektek, és ne felejtsétek el, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Én nagyon jó egészséget kívánok mindannyiatoknak. Legyen velünk az Úr, és áldjon meg bennünket. És adja, hogy a szeretet, ami kiteljesedik, az legyen teljes. És ne hiányozzon belőle semmi, jóba, rosszba. És adja Isten, hogy még itt együtt legyünk, és én tudom, hogy van hiányosságom, mert most is ránéztem valakire, és ő is nagyon csendben van, hogy nem kapta meg az emléklapját, de remélem, hogy itt van a sok között, és még neki is tudom pótolni, ahogyan a Gábornak. Így úgy gondolom, hogy mi imádkozni fogunk, egy záró éneket éneklünk, utána a himnusz, és az én ifjú testvéremmel megyünk ki elsőnek a megszentelt hajlékból, és utána pedig kérlek benneteket, újra mondom, hogy ne menjetek el, maradjatok itt, maradjunk együtt, beszélgessünk. Igen, hátul van a szeretett vendégség, lehet, hogy az eső esik, de a folyosón azért lehet még beszélgetni. Tehát énekeljük, vezess Jézusunk, s vélem indulunk,
majd a himnuszt, mi pedig ketten hangosan imádkozunk. Szent házamból eltávozva, Atyám,